Állítólag ott van az ülés. A győri szocialisták frakcióvezetője mutatta tegnap este a kivilágított ablakot, amely mögött a helyi választási bizottság ülésezett. A testület azért ült össze, hogy egy szocialista önkormányzati képviselő két beadványáról tárgyaljon. Juhász István azért fordult a testülethez, mert szerinte Borkai Zsolt fideszes polgármester és Borsi Róbert fideszes képviselő szabálytalanul kampányolt. Őt azonban nem engedték be az egyébként nyilvános ülésre. Azt a választ kaptam, hogy nem lehet bevenni az épületbe, mert az aljegyző úr jött, aki az utasítást. Azóta többször próbáltunk bejutni, már itt vannak hatóság emberei is. A képviselő a rendőröket is kihívta, miután hiába próbált meg többször is bejutni a városházára. Mire kiértek a rendőrök, addigra véget ért a bizottsági ülés, Juhász István rendőrségi feljelentést tett. A választási bizottság ülése nyilvános. Semmilyen korlátozás nincs, hát oda bárki bemehet, ha ülést tart a bizottság. Ezt mondta az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság szocialista delegátja. Litresics András szerint Juhász István bár nem tagja a helyi választási bizottságnak, fel is szólalhatott volna. Csörgics Lajos győri aljegyző kérdésünkre tagadta, hogy bárkit is arra utasított volna, hogy ne engedje be az ülésre a szocialista képviselőt. Azt írta, idézem, engem nem hívott senki, hogy nem tud bejutni a városháza épületébe, és a választási iroda hivatalos telefonja sem csörgött. Csörgics Lajos szerint, ha neki jelezték volna, hogy nem tudnak bejutni, orvosolták volna a helyzetet, mert a bizottság ülés nyilvános. Így Juhász István nélkül döntöttek a beadványairól. Az egyik ügy, amiért a bizottsághoz fordult, az volt, hogy Borsi Róbert, egy helyi fideszes képviselő, iskolában kampányolt. Sziasztok, a Kovács Margit iskolából, innen Marcalváros 1-ről jelentkezünk, és a biztonságról fogunk beszélni, hiszen a biztonság alapvetően fontos, kivált kép, ha a gyerekeinkről, a gyerekekről van szó. A másik, amikor Borkai Zsolt fideszes polgármester gyermekek társaságában avatott egy sportpályát. A helyi választási bizottság szerint sem Borkai Zsolt, sem Borsi Róbert nem sértette meg a választási törvény előírásait.